Idén is megrendezik Budapest a legnagyobb szabadtéri óév búcsúztató sporteseményét, az Ügető Szilvesztert a Kincsen Parkban. Az Ügető Futamok agárversenyek és gyerekpóni galopversenyek mellett színes programokkal készülnek a szervezők, de hogy pontosan mivel várják a látogatókat, arról már Stefan Zoltán kérdezi vendégét. Köszönöm szépen, Boglárka. A Kincsenpark ügyvezető helyettese Krebs a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok mindenkinek! Évről évre egyre többen búcsúztatták az óévet, a lovin szóltak a hírek, még a koronavírus járvány előtt, de ő már elárulta nekem, hogy a tavalyi látogató szám már megközelítette, amit a rekord években tapasztaltak, csak nem 20 ezeren voltak kíváncsiak a programokra az év utolsó napján. Nem tudjuk, hogy idén mennyien mennek ki, de azt már igen, hogy milyen programok lesznek. Gyakorlatilag igen, azt most már kijelenthetem, hogy tudjuk, hogy mire számíthatunk. December 31-én 13 órától a kincsen parkban. Valóban a COVID előtt volt egy nagyon jó fölszálló ága, a kincsenpark látogatottságának, aztán ugye a Covid évek azok nekünk sem jöttek jól, és örömmel mondhatjuk, hogy a tavalyi évben többek között már a századik magyar galopderbinek, egy-két komolyabb kiemelt eseménynek köszönhetően az ügető szilveszteren szinte rekord közeli látogatottságunk volt, és ami nagyon fontos ilyenkor, hogy az időjárás is olyan volt, hogy a sok-sok ember kijön és jól érezze magát az ügető szilveszteren. Azt szokták mondani, hogy aki az ügető szilveszterre szeretne kilátogatni, akkor az kezdje azzal a nap hogy kinéz az ablakon, megnézi, milyen a hőmérséklet, hogyan kell fölöltözni, mert hogy kapunyítás már délben. Gyakorlatilag így van, érdemes megnézni az időjárás jelentést itt az M1-en. Rétegesen kell öltözni, én azt szoktam javasolni mindenkinek, tehát sársapka, több rétegű pulcsi kabát, hiszen azért ez egy szabadtéri esemény. Hogyha délután szépen süt a nap, enyhe szél van, nem lesznek csatogó mínuszok, akkor azt gondolom, hogy több órán keresztül nagyon jól lehet szórakozni a kincsen parkban. Aztán, amikor lemegy a nap, akkor a kicsit lehűl az idő, de a legfontosabb, hogy ne legyen csapadék, és akkor felhőtlen lesz a szórakozás mindenkinek. 24. alkalommal rendezik meg az ügető szilvesztert, amikor ez elkezdődött, akkor viszont elsősorban ez a fiatalság rendezvénye volt, főként egyetemisták látogattak ki. Mennyire szól ez ma a családoknak? Én azt gondolom, hogy a családoknak nagyon szól, és mindenkinek szól. Ezek Örekés is, hogy Törekvés is, igen, 1999-ben rendeztük meg, illetve a kollégák rendezték meg a mai formájában az ügető szilvesztet még a kerepesű ügetőpályán. Főiskolások, egyetemisták számára hirdettük, hirdették ezt az eseményt, és hát azóta eltelt majdnem egy generációnyi idő, majdnem negyed évszázad, tehát ezek a, a, főiskolások, fiatal felnőttek, középkorúak lettek, és most már szinte a gyerekeikkel jönnek ki nagyszülőstől, én azt gondolom, és ez egy remek alkalom arra, hogy találkozzanak a családok, a Barátok. Ez egy estét megelőző úgy szoktuk mondani, hogy before party, 13 órától egészen este 8-ig, tehát mi már 8-kor az utolsó futamok után gyakorlatilag elköszönünk a közönségtől, itt lehet találkozni, beszélgetni, és egy-két futamon izgulni, beszélgetni, és utána egy-két forralbort után pedig mindenki tud tovább menni a saját további programjára. Jó, sejtem, akkor azért ez meghatározza azt is, hogy milyen programokkal készülnek, hogyha a családokat is várják, minden korosztály számára akkor lesz olyan, ahol megtalálja a saját számítását. Én bízom benne, hogy igen. Az egészen pici apró csecsemőknek talán nem ajánljuk még a programot, hiszen amikor sok ezer ember van, akkor azért az tud egy picit zajos is lenni. Lesz Póni Galop verseny, jó néhány, egy rész az utánpótlás számára ezek fontos események. Másrészt pedig szeretnék... A fiatal benne, sportolók tudnak bemutatkozni. És a fiatal sportolóinkat szeretnék bemutatni, akik számára ez egy óriási motiváció, kihívási lehetőség. Építjük az utánpótlásunkat, mondjuk a Galop és a közönség között, és én bízom benne, hogy lesznek olyan gyerekek, akik azt fogják mondani apunak, anyunak, hogy én is ezt szeretném, ezt a sportot szeretném űzni. Lesz a gyerekek számára ingyenes kör hinta, aztán elindulnak a futamok 13 órakor, és akkor fél óránként, 40 percenként lesz egy-egy futam, ahol elsősorban már a felnőttekre gondolunk, hogyha fogadásról beszélünk, hiszen itt 18 éves korhatár az mindenféleképpen nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy 9 99 éves korig mindenki jól fogja magát érezni. A Kincsen Park és a gasztronómia az, az elmúlt években összekapcsolódott különböző gasztronómiai egyesületekkel fúzionáltak, és az elmúlt években ez úgy tűnt, hogy jól kiegészíti a kettő egymást. Most tradicionális szilveszteri menüvel készülnek? A panoráma étteremben mindenféleképpen, itt egy körülbelül 200-250 fős éttermünk van, ez fűtött, a jegyek gyakorlatilag ide már el is keltek itt a klasszikus magyar konyha gasztronómiai élvezetekkel. Aztán pedig a futrák sokról megszokott legjobban bevált futrák kocsik érkeznek, tehát egy extra válogatás, plusz a kincsenpartnak a gasztronómiája, és... Azt szeretnénk, hogy este 8-kor az utolsó futam után is még lehessen mindenféle finom portékát kapni, tehát nem fogyhat el semmi. A szilveszteri ünnepkör az összekapcsolódik olyan hagyományokkal, akár hogyha az étkezést nézzük, amelyek a gyarapodást jelentik, hogyha lencsét eszünk, vagy éppen a szerencsével, ami hát utóbbi, nem tudom, mint szakember mennyire van jelen ön szerint a lóverseny vagy a lósportban, de hogy mint néző, ott azért jelen van. Mennyire próbálják ki a szerencséjüket az ügető szilveszteren az oda kilátogatók? Mi a tapasztalat? Hát a szerencsefaktor nagyon fontos, az életben, a lóversenysportban, meg pláne is a sportban. Egyértelmű. Én azt gondolom, hogy ez egy remek alkalom arra mindenki számára, hogy együtt búcsúztassuk az óévet, és bízunk abban, hogy lesz egy sikeres, vagy sikeresebb, egészséges új évünk, és ilyenkor bizony valóban a sporttal velejáró sportfogadást is sokan kipróbálják. Itt nem kell nagy tétekre gondolni. Én azt hiszem, hogy mindenki, hogyha végiglapozza a túlfújtságot, vagy előre fölkészül a kincsempark honlapján a lovakból, akkor Kiki meg tudja találni a maga kedvencét, vagy akár szerencse számot tud játszani, és akkor innentől kezdve abban bízik, hogy az általa kiválasztott ló jól fut és nyer. Hogyha már az év búcsúztatásáról beszélünk, akkor beszéljünk a lovas sportról is, hiszen a galop szezon az véget ért már. Hogyan értékelni? Valóban múlt héten a galop szakágunk befejezte a 2023-as szezont. Egy nagyon nehéz, fárasztó éven vagyunk túl de voltak nagyon szép sikereink, illetve vannak nagyon szép sikereink. Többek között a 101. Magyar galopderbi, nagyon komoly sportszakmai sikert hozott ráadásul. A honvédelmi miniszter úr is kilátogatott az eseményre, és diat adott át elégedetten, nyugtázta, hogy nagyon szép derbi hétvégénk volt. Amire legbüszkébbek vagyunk, az a nemzetközi lóverseny hétvége és hútráksó volt, hiszen Angliából négy kiváló angol telivér érkezett, amire ember emlékezet óta nem volt példa, megjelent tehát egy nagyon komoly versenyistáló, és el tudtuk hozni a világ egyik legjobb zsokiát, Frankie Dettorit, aki lovagolt a kincsemparban, ráadásul a két legnagyobb versenyt meg tudta nyerni, úgyhogy ez az eseményünk is sportszakmai szempontból nagyon jó volt. Amore nyerte a magyar derbit, megvannak a sampionok, tehát a galop lovak pihennek, viszont a következő Lesz hónapban... Lesz egy záró akkordja azért, az ügető szilveszteren. Így van, de most már a december csak az ügetőkről szól, hogy aztán 31-én ott is ünnepeljünk. Na meg az agarakról legalábbis az elmúlt években megszokhatták az oda kilátogatók, hogy agárfutam is van. A legfiatalabb szakágunk az agársport, a kincsen parkban, és az idejében is úgy tervezzük, hogy az ügető szilveszter utolsó felvonása az agarakról fog szólni, és a terveink szerint kettő futam fogja majd zárni a versenynapot és hogy egy kicsit haza is beszéljek, akkor a sztárfutam is az elmúlt években nagy érdeklődésre tartott számot, és kollégáink is megmérettettek tavaly, nem is akárhogy. Az M4 sport riporterei most is vállalták a megmérettetést. Török Olivér, korábbi bajnokunk sokszoros helyezettünk már javában készül és gyakorol. Örömmel fogadta a meghívásunkat. És az ide, a tavalyi címvédőink egyik mert két ilyen futamunk is van, a Szekeres Péter. Úgyhogy Szeki is izgatottan készül, és mindenki őt akarja megverni. A sztárfutam, a kívül mi az, amire úgy gondolja, hogy az emberek leginkább kilátogatnak? Kérdezem ugye azért is, mert itt csak van egy kettő van egy esemény, szilveszter éjszaka, az év utolsó napja, és hát megmutatkozik maga a sportág is. Igen, valóban azt szoktuk mondani, hogy ez az év utolsó sporteseménye, az év legnagyobb before partja, legnagyobb szilveszteri szabadtéri eseménye, de igyekszünk arra is odafigyelni, hogy figyeljünk egymásra, és a társadalmi szerepvállalása is egyre fontosabb a kincsenpark számára. Tavaly az Ökumenikus Segélyszervezettel volt egy nagy sikerű akciónk a szilveszteri versenynapon, és idén is szeretnénk a segélyszervezetnek a munkáját segíteni tenni egy kicsit más formában. Itt az utolsó két hétben lesz egy olyan kampányunk, ahol bizonyos bevételét a Kincsen Parknak a segélyszervezetnek szeretnénk felajánlani. A Lüggető szilveszterről minden részletet megtalálnak a kedves nézők is a Kincsen Park internetes oldalán. Krebs Andrásnak köszönöm szépen, hogy most mindenről beszélhettünk. Köszönöm és várunk mindenkit szeretettel, már csak 30 nap is üggető szilveszter.